Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm Önöket! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapkezelő vezető stratégája. A mai adás fő témája a kormány által frissen bejelentett új tranzakciós illetékek, azon belül is a devizaváltásokat terhelő új költség lesz. Természetesen a befektetési vonatkozásait fogjuk megbeszélni Gáborral, hogy miért is érdemes még így is átváltani a portfóliónk egy részét devizára, és milyen befektetéseket válasszunk, ha már ezt megtettük. A beszélgetés előtt van még egy szolgálati közleményünk. Szeptember 2-től csatornánkat KNH podcastok néven lehet megtalálni a Spotify-on. A névváltozás mellett új tartalmak is felkerülnek, úgy mint a KNH Piaci és gazdaság podcast, ahol piaci aktualitásokkal, és a pár perc tőzsde, ahol értékpapírokkal kapcsolatos elemzésekkel várjuk hallgatóinkat. Szia Gábor, köszöntelek az adásban. Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat. Kezdjük akkor az adást azzal, hogy nézzük végig, milyen új illetékeket jelentett be most a kormány, ezeknek mik a céljai, és milyen hatásokat okozhatnak a magyar bankrendszerben. Igazából újdonságokról nincs szó, volt azért némi új eleme ennek az új intézkedés csomagnak, de ezek a terhek, például a tranzakciós illetékek már régóta velünk vannak 2013 óta terhelik ezek a tranzakciós illetékek az átutalásokat, készpénzfelvételeket, és aztán 2022-től már értékpapír után is kell ezeket fizetni, ami most történt az, hogy ezeknek a, a nagysága a mértéke megnőtt, megemelkedett, és kiegészült egy devizaváltások után fizetendő kiegészítő tranzakciós illetékkel. De miért volt szükség ezeknek az emelésére, meg az új adóterhek kivetésére? Úgy értem, hogy persze nyilván pénz kell a költségvetésbe, de miért megint ezekhez a bevételi forrásokhoz nyúltak szerinted? Akkor kezdjük talán onnan, hogy miért volt rá -e -e szükség, hogyha megnézzük a költségvetés helyzetét, akkor ez nem túl rózsás, az idei évben már többszörösen megemelte a kormány a GDP arányos költségvetési hiánycélt, most 4,5 százaléknál tartunk, viszont intézkedések nélkül ez bőven 5 felett lehet, tehát azért azt látjuk, hogy van egy, egy bőfél százalék pontos elcsúszás a hiánycél és a valós folyamatok között, tehát szükség volt új bevételekre. És ugye a gazdasági növekedés nem túl erős, nem túl a célos, nem jönnek annyira az adóbevételek, és hát azt is ugye kérdeztet, hogy miért ezekhez az eszközökhez nyúl a kormány. Nyilván legegyszerűbb ezeket a különadókat megemelni, hiszen ezek valamennyire azért az első avatatlan szem számára láthatatlanok a rendszerben, nem tűnnek föl annyira a lakosságnak, viszont azért jelentősen terhelik az egész gazdaságot, az egész rendszert, az egész pénzforgalmi rendszert, hogyha most a tranzakciós illetékekre nézzünk, de ezek mindig olyanok, ezek a különadók, hogy mindig ideglenesen indulnak, de mivel a gazdaságpolitikusok számára nagyon könnyű bevételi forrást jelent, mindig jellemzően nagyon hosszan velünk maradnak, és hát a legegyszerűbb az, hogy ezeken még emelünk, még csavarunk egyet, és hát ezt, ahogy, ahogy itt beszélgettünk róla, azért a költségvetés helyzete mindenképpen indokolja jelenleg. Mondhat, hogy nincs túl rózsás helyzetben a költségvetés, de ennek mik, a, mik az okai? Mondtad, hogy elmaradnak adót, bevételek, stb., de hogy ezt mi indukálja most ennyire erősen? Érdemes talán megnézni egy picit a hazai gazdaság helyzetét. A tavaly évben ugye recesszióban volt a hazai gazdaság, visszaesett a GDP, aztán az első negyedévben a vártnál egy picit jobb növekedést láttunk, viszont azóta inkább kiábrándító adatok érkeztek, pont nemrég érkezett néhány olyan makroadat a magyar gazdaságról, ami inkább azt mutatja, hogy a második negyedéves gazdasági növekedés és azért nem lesz túl acélos. Az egyik például az ipari termelés, most már harmadik olyan hónap volt, amikor csökkent itthon az ipari termelés, és ennek a hátterében leginkább az van, hogy a külső környezet nem túl erős, hogy az ipari termelés nagy része az exportra megy, nincs akkor a kereslet ezek iránt az export termékek iránt, és hát ennek jelentős része az autóipar felé megy, akár az akkumulátorgyártás, ami egyre inkább egy kulcs területe a hazai iparosításnak, a hazai gazdaságnak, jelentősen csökken a keres Jelenleg ezek iránt a termékek iránt, és ez azért a hazai gazdaság növekedési potenciáját is rontja. És hát azt is láttuk, hogy ha egy másik oldalát nézzük meg a hazai gazdaságnak, a belső fogyasztást, mi a helyzet a kiskereskedelemmel, mi a helyzet a lakossági fogyasztással, azért itt elindult a tavalyi év nagyon rossz számai után némi javulás az év első felében, de azt is látjuk, hogy ahhoz képest, amilyen reálbér emelkedést látunk a magyar gazdaságban, lehetne sokkal jobb is a fogyasztás bővülése viszont a hazai fogyasztók, a lakosság inkább kivár, nagyon sok a bizonytalanság, inkább a megtakarítások felé fordulnak, tehát a fogyasztás még mindig nem indult be. Azt látjuk, hogy a beruházások is jelentősen visszaestek, tehát a magyar gazdaságban olyan folyamatokat látunk, ami inkább felé mutat, hogy a növekedés az alacsonyabb lesz, több benne a lefelé mutató kockázat, és hát ugye áttételesen ez akkor a költségvetése is hatással lesz, hiszen hogyha nem megy a fogyasztás, nem pörög a gazdaság, akkor az adóbevételek is csökkennek, nem érik el a tervezett szintet, ugye a költségvetési hiány is nagyobb lehet, mint a tervezett. És mit lehetnek ezeknek az intézkedéseknek szerinted a rövid, illetve a hosszabb távú hatásai a gazdaságra? Elég komplex ez az egész kérdéskör, talán onnan lehet indulni, hogyha a külföldi befektetők szemével nézzük, akkor egyrészt az, hogyha a kormány tudja tartani ha igaz, hogy megemel, de mégiscsak a kitűzött költségvetési hiánycélt, az mindenképpen pozitív. Tehát azt, azt pozitívan értékelik a külföldi befektetők, kötvénytulajdonosok, akár még a hitelminősítők is. Tehát ebből a szempontból ez egy pozitív dolog. Viszont azért azt is látni, hogy ezekkel az unortodox intézkedésekkel, a különadókkal és a folyamatosan kiszámíthatatlan jogalkotási környezettel azért nem igazán segítjük azt a, a pozitív képet, ami a hazai gazdaságról kialakulhat egy külföldi befektető szemével. Én azért Egyelőre azt tartom erősebbnek, hogyha tudja majd tartani a kormány a költségvetési hiánycélt, akármilyen intézkedésekkel, az összességében a külföldi befektetők pozitívan fogják megítélni. hogy milyen hatása lehet közvetlenül a magyar eszközökre, talán ott lehet a leginkább közvetlen hatás, hogy a banki extra profit adó szabályokat is pontosították. És ugye korábban is volt egy olyan szabály, hogy a bankok az extra profit adóból leírhatnak bizonyos összeget, hogyha tartanak nagyobb állampapír állományt. Ezt most pontosították hogy még inkább rá kényszerítsék a bankokat, hogy vásároljanak hosszabb állampapírokat, úgyhogy ha ez a kereslet megjelenik a kötvénypiacon, akkor, hogyha minden más feltétel változatlan maradt, tehát mondjuk nem nő meg nagyon a magyar kockázati prémium, akkor a kötvényhozamokban a kereslet megnövekedése miatt láthatunk csökkenést, tehát ez pozitív lehet a kötvény árfolyamok szempontjából. És ezeknek a megemelt illetékeknek, meg tranzakciós adóknak, hogy látod, hogy ennek lesz ténylegesen hozzáadott értéke a költségvetés szempontjából, vagy ez csak egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy látszat megoldás, vagy ilyen nagyon rövid távú megoldást jelenthet? Lesz mindenképpen hatása természetesen, tehát ebből nagyon jelentős összegek folynak be. Inkább talán onnan érdemes megközelíteni, hogyha ennek a, a hosszú távú egyenlegét keressük, hogy mondjuk nemzetgazdasági szinten ez mennyire hatékony vagy kevésbé hatékony, és azt azért el lehet mondani, hogy amikor bármilyen olyan intézkedés történik, ami belenyúl a piaci folyamatokba, akkor az rontja az egész gazdaság hatékonyságát, akár itt a tranzakciós illetékekre gondolok, akár a különadókra. Tehát hosszú távon ennek sokkal nagyobb költségei lehetnek abban, hogy rontja az egész gazdaság hatékonyságát, az egész pénzrendszer működésének hatékonyságát, de természetesen itt most a rövid távú szemlélet dominál, és az idei költségvetési hiányt kell megoldani. Tehát rövid távon ez jelentős bevételeket fog hozni, de azért hosszú távon ezek az intézkedések jelentősen rontják az egész gazdaság hatékony működését. Korábban sokszor beszéltünk már arról, hogy érdemes lehet a portfóliónk egy részét devizára váltani és úgy befektetni nemzetközi eszközökbe. Ezt a javaslatot még mindig fenntartod, így is? Úgy értem, tehát, hogy ezzel ugye most megdrágul a vétel, így csökkenhet az a hozam is, amit a befektetéssel elérhetünk összességében. Tehát megéri még mindig ez a általad javasolt út? Igen, szerintem ebből a szempontból nem változik ez a megközelítés, hiszen erről már sokszor beszéltünk itt a podcastben is, hogy amikor a deviza befektetésekről beszélgetünk, mindig fontos, hogy ne rövid távú spekulatív megoldásként gondoljunk a deviza váltásra, hanem úgy gondoljunk a deviza kitettségre, mint a portfóliónknak egy nagyon hosszú távú struktúrális építő elemére, legyen egy fix deviza kitettségünk, akár közvetlen, akár közvetett, és ez aztán egyrészt tud stabilitást adni a befektetéseinknek, hiszen hogyha jellemzően mondjuk a feltörekvő piaci eszközöknél valami gond van, zuhannak az árfolyamok, emelkednek a hozamok, akkor what Quares... általában a feltörekvő piaci devizák gyengülésével is együtt jár, és hogyha van megfelelő deviza kitettségünk, akkor a forint gyengülésén keresztül ezt tudja valamennyire ellensúlyozni a más eszközökön elszenvedett időleges veszteségünket. A másik pedig az, hogy azért a forinton azt látjuk, hogy egy hosszú távú gyengülő trendben van, akár euróval, akár dollárral szemben. Ugye mik emögött a legfontosabb tényezők azért a magyar gazdaságpolitika korábban is, és most is épít arra, hogy egy fokozatosan, folyamatosan gyengülő forint, tudja növelni a versenyképességet, a rövidtávú versenyképességet, és azt is látjuk, hogy a mostani gazdaságpolitikai irány inkább a növekedést helyezi elsődlegesen előtérbe az infláció elleni harccal szemben, tehát arra számíthatunk, hogy a következő időszakban marad ez a növekedés ösztönző gazdaságpolitika, akár magasabb inflációs környezettel is, ami pedig azért azt hozhatja el, hogy a forint fokozatosan gyengülhet, rendszerűen gyengülhet akár az euróval, akár a dollárral szemben, hogyha a következő éveket nézzük, és így, hogyha van a portfóliónknak deviza kitettsége, akkor hosszú távon ez a gyengülés is hozzá tud tenni az eredményeinkhez. És ezen kívül még azért is fontos lehet, hogy tartsunk deviza megtakarításokat, hiszen azért devizában, hogyha ha elérünk akár külföldi részvényeket, akár külföldi államkötvényeket, akkor jelentősen színesíthetjük a portfóliónkat. Nagyobb mértékű lehet az a, az a kockázati spektrum, amiben befektetünk, hogyha vannak mondjuk eurós vagy dolláros állampapírjaink, vannak eurós vagy dolláros részvényeink, akkor hosszú távon egy sokkal kiegyenlítettebb, sokkal színesebb portfóliónk lehet, és ezt megtehetjük át Sokár is, akár befektetési alapokon keresztül is, nem kell egyenként összeválogatni a különböző devizás eszközöket. És akkor, ha már most így behoztad konkrétan a befektetési részt is, mik lehetnek azok, amikben most érdemes ezeket a pénzeket, amiket átváltottunk befektetni? Érdemes onnan indulni, hogy mi a helyzet most akár euróban, akár dollárban a rövidebb távú pénzpiaci eszközök várható hozamával, akár a hosszabb kötvényekkel, és akkor ehhez érdemes megnézni, hogy, hogy mi a helyzet most az amerikai gazdasággal. Azt látjuk, hogy az amerikai gazdaság továbbra is stabil, nagyon jól teljesít annak ellenére, hogy az alapkamat több mint 20 éve nem látott szinten van, és 5 5,5 százalékon van az irányadó amerikai kamatsáv teteje, de ezzel együtt az amerikai gazdaság nagyon jól teljesít. Viszont láttunk már némi lassulásra utaló jeleket, például a legutóbbi beszerzési menedzserindexek az aktivitás csökkenését jelezték. Ugye ezek olyan mutatók, amik előre nézve jelzik azt, hogy a gazdaság szereplői milyen aktivitásra számítanak, és ebben már volt némi romlás. És azt is látjuk, hogy a munkerőpiac, az amerikai munkerőpiac, amit nagyon figyel az amerikai jegybank még mindig jól teljesít, de azért a feszessége már csökkent, a munkanélküliségi ráta emelkedett egy picit, és a bérnövekedés is mérséklődött. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy azért összességében kedvezőek a folyamatok az amerikai gazdaságban, de azért az inflációs nyomás csökkenhet, és ez pedig az amerikai jegybankot is majd arra sarkalhatja, hogy kamatot vágjon, viszont nincs rákényszerítve arra, hogy gyorsan csökkentse az irányadó kamatszintet, úgyhogy arra számítunk, hogy a mostani 5,5 szemben irányadó kamatszint év végén is valahol 5 közelébe lehet. Tehát, hogyha a dollárban nézzük a rövid kötvény pénzpiaci eszközöket, az idei évben, de még a jövő év nagy részében is látható hozamokat lehet ezekkel elérni. Nagyon hasonló a helyzet Euróban is. Az Európai Központi Bank már csökkentett az irányadó kamatszinten egy kis lépéssel, most 3,75 Euróban az irányadó betéti kamat, de itt is nagyon óvatos lépésekre számíthatunk, tehát Euróban is rövid kötvények és pénzpiaci jelleg eszközök még szépen hozzá tehetnek a portfóliónk hozamaihoz. És hogyha megnézzük a hosszabb kötvényeket, akkor itt is nagyon fontos, hogy az elmúlt évek után, amikor nem volt értelme igazából akár eurós, akár dolláros hosszabb kötvényeket tartani a portfóliókba, hiszen folyamatosan emelkedtek a hozamok, amik a kötvény árfolyamokat lefelé szorították, most már stabilizálódást látunk, és például egy amerikai 10 éves kötvény hozama most 4,3% körül van, ez lehet egy olyan egyensúlyi szint, amire hosszabb távon beállhat ez a

Természetesen, hogyha nagyon romlana a gazdasági teljesítmény, akkor ezek a hozamok elindulhatnak még jobban lefelé, erre most kisebb esélyt látunk, de ebben az esetben is, hogyha csökkennek a hozamok, akkor ez hozzá tehet a kötvénybefektetésünk árfolyamához. Tehát itt arra szeretnék kiukadni, hogyha eddig nem építettünk be hosszabb eurós és dolláros kötvényeket a portfóliókba, akkor most erre eljött az idő, hiszen egyrészt adhatnak egy stabilitás, szép kuponokat tudnak termelni, és ha esetleg romlik a gazdasági kilátás az Egyesült államokban, akkor a hozam csökkenés még a kötvény árfolyamok emelkedésén keresztül hozzátehet a portfóliónk hozamához. A kötvényeken kívül nyilván részvény árfolyamok meg a várakozások lehetnek még fontosak a portfólióépítés szempontjából, hogy mit, mik, a várakozások, mit lehet látni most a részvénypiacon? A részvénypiacok nagyon sokat emelkedtek az elmúlt időszakban, hiszen ahogy erről beszélgettünk, az amerikai gazdaság erejehez egy jó hátteret ad. Másrészt azt is láttuk, hogy az amerikai vállalati profitok folyamatosan nagyon szépen alakulnak, ez adhat egy támaszt a részvénypiacoknak, és ha most befektetési szempontból nézzük, mindig érdemes megfelelő mennyiségű részvényt tartani a portfóliónkban, hiszen ez az az eszközosztály, ami igaz, hogy hosszú távon és nagy ingadozás mellett, de valóban infláció fölötti reálhozamot tud nekünk biztosítani és talán a legegyszerűbb megoldás az, ha olyan vegyes típusú befektetési alapot választunk, ami a mi kockázat étvágyunknak megfelelően tartalmaz akár rövidebb kötvény, pénzpiaci eszközöket, hosszabb kötvényeket, részvényeket és deviza kitettséget is, hiszen így egy befektetési megoldással kapunk egy színes portfóliót, de mindenképpen fontos annyi részvényt tartani, ami nekünk megfelelő, és ebben igazán hosszú távon gondolkodni, hiszen ez lesz az a része a portfóliónknak, ami, ami valódi reálhozamot tud majd termelni. Ez egy nagyon jó végszó is volt. Én köszönöm ezt a ismét részletes összefoglalást, most viszont már az időnk végéhez értünk, úgyhogy köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk, és segítettél tisztában látni, és találkozunk két hét múlva. Köszönöm szépen a meghívást! A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Youtube-on is. A podcastben elhangzottak marketing közlemények és nem minősülnek ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési kutatásnak, céljuk pusztán a figyelem felkeltése, általános és nem teljes körű tájékoztatás. Az elhangzottak a K&H csoport munkatársainak a nyilvánosság számára elérhető, megbízhatónak és hitelesnek tartott múltbéli információkon alapuló szubjektív szakmai véleményét tartalmazzák, melyek újabb adatok, tények nyilvánosságra hozatala esetén változhatnak, és nem tekinthetőek a KNTH csoport hivatalos véleményének. Kizárólag podcastban elhangzottak alapján meghozott egyedi befektetési döntésért sem a KNTH Bank ZRT, sem a KBC Asset Management MV Magyarországi Fiók telepen nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatalakor mindig előzetesen tájékozódjon az aktuális piaci tendenciákról, a bekövetkező változásokról, konkrét befektetési tanácsadásért keresse KNTH tanácsadóját.